A kéthetes táborban Magyarország különböző részéről összesen 30 pilóta érkezett, körülbelül 25 ilyen is ehhez hasonló vitorlázógéppel. A tábor ötlete még korábban fogalmazódott meg a szervezők fejébe, melyet néhány évvel ezelőtt meg is valósítottak. Az idei tábor július 18-án vette kezdetét, és e hónap végéig lesznek Békés Csabán a pilóták, akik között amatőrök és profik is megtalálhatóak. Ez egy teljesítménytábor, ahol a pilóták versenyekre készülnek fel. A tábor nagyon népszerű a repülés szerelmesei körében, ez bizonyítja többek között az is, hogy szinte minden évben visszatérő pilóták is részt vesznek rajta. Kisebb megszakításokkal minden évben voltam itt. A klubunk egyébként minden évben részt vesz itt egy kéthetes táborban. Nagyon szeretünk ide járni, egyrészt azért, mert az alföldi időjárási körülmények alkalmasabbak a nagy vitorlázórepülő teljesítmények elérésére. Azoknak, akiknek felkeltette érdeklődését a különféle repülők, nyugodtan látogassanak ki a táborba. Általában 11 óra után kezd érdekessé válni a repülőtér, hiszen addigra már kivonulnak startra a gépek. A nyári repülőtábor tehát idén is nagy sikernek örvend, ugyan még csak az elején tartanak, de remélhetőleg július végéig sok szép élménnyel gazdagodnak a pilóták, és nem utolsó sorban azok is, akik a repülőtérre kilátogatnak.